Sorozatban harmadszor nyerte meg a Honvéd a 17 éven aluli futballisták számára rendezett Puskás Suzuki kupát, a kispesti akadémisták, ha a Puskás nevét nem is viselhetik, játékának emlékét igyekeznek ápolni. A döntőben 7-0-ra verték a felcsútiakat, soraikban az U17-es válogatott erőssége Bobál Gergely 4 gólt szerzett, ő a torna történetének legeredményesebb játékosa 7 találattal, ismerkedjünk meg Gergővel, utána pedig jön a Honvéd tulajdonosa. A Honvéd fiataljai igyekeztek megfelelni a szurkolói elvárásoknak az idei Puskás Suzuki kupa nyitó meccsén. Bobál Gergely pedig a gólok tekintetében nem csak a mennyiségre, hanem a minőségre is figyelt. A második találata egészen parádésra sikerült. A lehetőségre válok, hogy megmutassam magamat a akár a felnőtt csapatban, akár az MB2-es, akár az U19-es csapatban küzdök tovább, hajtok, és az a célom, hogy minél jobb játékos legyek. Példaképből éppenséggel akad bőven a tornán. Az első napon a jövő reménységei mellett egy köszöntés elejéig a hazai futball legendái is pályára léptek, akiknek persze markáns véleményük volt az utódokról. Sokkal többet törődnek azzal, hogy pénzt keresni, mint az magával a játékkal. Azelőtt nem volt ilyen a játékosok között, a gyerekek között, sokkal jobban odafigyeltek a játékra. Szabadrugáshoz, Szelei, remek lövés! A külvárosiak rengeteg fiatal gyereket tudtak felnevelni, és abban az időben valahogy más volt a hozzáállása a kisgyerekeknek is, mert az ember kiment az utcára, mindenhol, ahol lehetett, már azt látta, hogy a gyerekek futballoznak. Mára akadémiák kerültek a grundok helyére, a felcsúti létesítmény pedig 2008 óta minden húsvétkor külön tornát rendez a 17 éves korosztály számára, ahová a hazaiak mellett neves külföldi csapatok is érkeznek. Ezúttal a Hagyi Akadémia, az Ausztria Wien, a Panathinaikos és a Real Madrid voltak a vendégek. Nem csoda, hogy ideges volt a törzs szurkoló. A Real Madrid második meccsén is nyeretlen maradt. Viszont a lelátón találtunk olyan nézőt, aki elégedetten figyelte, ahogy az ellenfél, a Panathinaikos megkeseríti a királyi gárda életét. Georgis Vlachost egykoron öcsi bácsi tette be a zöld-fehér csapat hátvéd sorába. Az Everton elleni párharckor hallottuk tőle először a később legendássá vált mondatot. Ők is 11-en vannak, és ti is, bármilyen eredmény lehetséges. Ez nagy dolog volt akkoriban, mert a görög labdarúgást nem tartották sokra, de Puskással bejutottunk a bekdöntőbe, ami azóta sem sikerült egyetlen görög együttesnek sem. Hogy láttam-e játszani, mi az, hogy az edzéseken időnként beállt, és ahogy ő kezelte a labdát és cselezett... Azóta sem láttam hozzá hasonlót. Ha hiszik, hanem még ekkor is nagyon gyors volt, és mindig nagyon kemény a pályán. Védőként mondom, hogy szinte megállíthatatlannak tűnt. Sokan hasonlóan lehengerlő játékot vártak a Real Madrid 19-esétől, mert hát Enzo Zidane esetében is a név kötelez. A francia világsztár fiának viszont egyelőre nem könnyű megbirkózni az édesapja jelentette teherrel. Remek srác, szorgalmas és egyáltalán nem várja el, hogy kivételezzünk vele. Azt viszont látom rajta, hogy nagyon nehéz neki, mert bárhová megy, mindenhol nagy felhajtás veszi körül az édesapja miatt, és ezt egyedül kell megtanulnia kezelni. Az edzéseken rendesen dolgozik, de még sokat kell fejlődnie ahhoz, hogy az édesapjához hasonló játékos legyen belőle. A csapatkapitányi karszalagot sem az ifjabbik Zidane, hanem a védelem oszlopa José León Bernal viselte, aki hiába játszott jól a tornán, a Real Madrid csak az 5. helyen végzett. Sok fiatal választja inkább a Barcelona akadémiáját, mert látják, hogy onnan folyamatosan kerülnek fel játékosok a felnőtt csapatba, de én biztos vagyok abban, hogy aki rendszeresen kimagaslóan teljesít, a Real Madridnál is meg fogja kapni a lehetőséget. Ezt ígérik az itthoni kluboknál is, ahol szerencsére egyre biztatóbb a helyzet. Idén például magyar házi döntőt láthattunk. A felcsúti Puskás Akadémia az előző 2 év győztesével, a Budapest Honvéddal igyekezett felvenni a versenyt, kevés sikerrel. A piros-feketék tízese, Bobál Gergely a fináléban is ellenállhatatlan volt. 4 remek góllal vette ki a részét a 7-0-ás Honvéd győzelemből. Van Persitől tanultam, és látom is, hogy ő is ilyen gólokat lő. Próbálom utánozni, jó sikerült, önbizalom volt, főleg az elsőnél beakadtam, talán elváltam a többit is. 15 gólt lőttünk 3 meccsen, szerintem ez ilyen nem lesz még egyszer, vagy nagyon ritkán.
Hát a támadójáték, jól tartottuk a labdákat, igazából jól kontráztunk is, meg berúgtuk a helyzeteket, szinte minden helyzetből gólt lőttünk. A tulajdonos is, Subka Attila vezetőedző is, és Szalai László az akadémia vezetője is abszolút úgy gondolkodik, hogy minél előbb próbáljunk olyan tehetségeket fölfelé áramoltatni, aki meg tudja állni a helyét. Innentől kezdve a felnőtt csapat vezetőedzőjének is van egy feladat, hogy ezeket az értékeket megóvjuk, és úgy kezelni őket, hogy tényleg értékek maradjanak. A recept tehát megvan, és láthattuk, a tehetség is adott. A szurkoló pedig reméli, hogy a húsvéti mellett a magyar foci nagybőjt is véget ér egyszer.